Köszönöm szépen a bemutatást. A helyzet az, hogy annyi közön van az erdőköz, hogy szerettem volna a Soproni Erdészeti Technikumba tanulni, de nem vettek föl. Tehát gyakorlatilag így nem lettem erdész is, még sok minden, de egyszer tartottam itt egy előadást a kocsmában, a Tudomány a kocsmában címmel, és akkor ott beszéltem valamiről, ami most visszaköszön nekem. Többek között a biodiverzitás kapcsán beszéltem róla, hogy vannak problémák, társadalmi problémák, aminek persze vannak természeti összefüggései is, de amiket ugye azt mondjuk rájuk, hogy vadak, vagy ugye angolul wicked problémák, és ezeknek az a jellegzetessége, hogy nem is tudjuk megmondani, hogy mi a probléma. Tehát nyilvánvaló egyébként, hogy itt elhangzott, hogy kaotikus, meg mindenféle gond van vele, és ugye az a baj, hogy a legfontosabb, legérdekesebb problémák azok, amikre nem lehet szakembert képezni, mert hogyha ugye lehetne, mert meg tudnánk mondani, hogy mi az, akkor képeznénk rá szakembereket. Na, ez a dolog nyilvánvaló, hogy a biodiverzitás csökken, és hogy többek közt az esőerdők égetése miatt is, és én most ugye szándékosan használom, hogy szándékosan égetik, ugye, tehát ezzel a problémával foglalkozom, hogy van egy történet a világban, hogy az ember meg akarja termelni az életéhez szükséges mindenféle javakat, többek közt az élelmiszereket, és ennek következtében a természetből egyre többet elvesz. Ugyan hallottuk itt a dátumot, hogy már annyi van lebetonozva, mint amennyi még nincs lebetonozva, és hát többek közt ugye EU-s forrásokból betonoztunk, mert betonozni szeretünk. De van ennek egy közgazdaságtana, nevezetesen ugye, hogy az ember olyan formában próbálja igénybe venni a természet erőforrásokat, amilyen formában a legnagyobb hasznot remél belőlük. Ugye? Tehát ez egy ilyen rosszul hangzó történet, de azért mégis van benne valami. És ugye, hát örültem, hogy ezeket a poénokat már lelőtték, most legfeljebb mentségemül szolgáljon, ez az előadás már kész volt, de ugye látjuk, hogy igen, milyen alapon tilthatjuk meg a braziloknak, hogy használják saját céljaikra azt, amiük van, vagy az afrikaiaknak, hogy használják mondjuk a elefánt agyarat, vagy nem szereztünk hozzá erkölcsi tőkét, ugye akik legkevésbé azok valószínűleg a hollandok, végig rabolták a világot, és ezek szerint nincsen 8% erdőborítottságuk sem. Nekünk egész jól van, és szerencsére ugye növekszik, de azért rendesen megszállaltuk az erdőket, mert állítólag a biomasszát égetni az jó, mert az megújul. És hát mondjuk nem tudom, mit szólnak hozzá az erdészek. Én például közel lakom egy erdőhöz, és ott jönnek a vaddisznók, úgy nem bánnám, ha kevesebb lenne belőlük, de nyilván ez nem egészséges. Az a helyzet egyébként, hogy mit látunk. Azt látjuk, ahogy nő a népesség szám, ha közel van ugye az erdő, akkor ciki van, mert ahogy nő a népesség szám, úgy vágjuk ki az erdőt. Közel van a piac, átalakítjuk és mezőgazdasági művelés alá vonjuk, vagy éppen egy angol parkot, vagy nem tudom mit csinálunk belőle, ha elég gazdagok vagyunk. Kínában például a kokáért ez az erdő borítottság olyan 10% körüli, egy ilyen 100 fő per négyzetkilométeres népsűrűségnél. Ha ennél nagyobb lesz a népsűrűség, akkor lehet, hogy tovább csökken. De van egy jó hírem, ugye ez az utolsó pont, hogy azt mondjuk, hogy az erdő átalakítása szántóföldé is követi az úgynevezett Kuznyec görbéket. Mik ezek a Kuznyec görbék? Ezek a kedvenc görbéim. Látjuk, Nobel-díjat kapott a Kuznyec 1971-ben, a növekedés elméletén, nevezetesen, hogy a növekedés létrehoz problémákat, és létrehozza az eszközöket a problémák megoldása érdekében. És ott látjuk középet ezt a változási pontot, azt mondja, hogy egy darabig egyébként ugye írtjuk az erdőt, aztán abba hagyjuk, ha elég gazdagok vagyunk, mert szeretjük a természetet, és már van rá pénzünk is. A baj az ezzel a ponttal, ami itt középen van, ugye ilyen turning pointként van oda fölírva, az vele a baj, hogy ez olyan körülbelül 22-24 ezer dollár per főnél van. Ugye? Vannak országok, ahol ez frankon összejön, mert ennek a négyszerese az egyfőtő GDP. 22-24 ezer dollár nem megfordul. És van még egy baj, ugye, hogy aztán van olyan, amikor azt mondja,
egyszer csak úgy tűnik, mintha már javulna, aztán megint elkezd romlani. Ugye? Tehát amikor mondjuk a Magyarországon is látjuk a nagyon gazdag embereket, elkezdenek eszméletlen területeken mindenféle golfpályákat, meg nem tudom miket csinálni, mert útban van nekik a fa. Összességében ugye az érdekes, hogy milyen közel van valamilyen ugye, városi központ, e szerint használjuk vagy magánerdőként, vagy ugye szabad hozzáférésű. Itt már szóba került Kanada, meg szóba került ugye Szibéria. Nem kell csinálni semmit, sőt, szóba került ugye Finnország, ahol az embereknek sajátos viszonya van a természettel. Nem kell megtiltani a vadászatot mondjuk Kanadába vagy Szibériába, meg a halászatot sem, mindenki annyi halat fog, amennyit akar. Úgyse tudja kivinni a piacra. Ugye nagyon messze van az erdő, messze van a tó, gyűjthet, amit akar, saját céljaira miért tiltanák meg neki. Tehát ez nagyon érdekes, ugye, hogy nem igaz az, hogyha szabadon hozzáférhető valami, akkor feltétlenül tönkre megy. Ugye, ha messze van a piac, akkor nem megy tönkre. Ha közel van a piac, akkor gáz van, mert akkor tönkre fog menni. És ugye látjuk azt, hogy összességében verseng egymással, hogy én mezőgazdálkodom, ugye egy valamilyen ugye rétet vagy szántóföldet üzemeltetek, vagy erdőt. Látjuk a szaggatott vonalat, ugye fölötte van a tehát nagyobb bérleti díjat fizetnek a szántóföldél, mint az erdőér, mindaddig, amíg nem látjuk ezt a függőleges első szaggatott vonalat, az át. Ugye ott van az, hogy alája megy az erdőnek, ami annyit jelent, ugye, hogy ha a föld minősége csökken, mint látjuk egyébként, erdészkedni is, meg mezőgazdálkodni is jó minőségű földön lehet. Ugye? De ha a föld minősége csökken egy szint alá, akkor mit akar ez velem? Na mindegy, keresőmotort. Elkezd frissíteni, nagyon szeretem az ilyet mindig. Jó, abba hagyta. Na, tehát ugye látjuk, hogy van egy rész amikor a B pontig jó erdőnek is, szántóföldnek is, és az szerint, hogy melyik éri meg jobban, ugye az szerint használjuk az egyiknek vagy a másiknak. És nyilvánvaló egyébként, hogy ez teljesen racionális, ugye, hogy én erdőgazdálkodom, vagy ugye szántóföldön, mint egy farmer fog gazdálkodni. És hogyha nagyon alacsony már a földminőség, akkor sajnos nem biztos egyébként, hogy megéri erdőt telepíteni, vagy jönnek ugye a klímaövek, akkor az egy érdekes történet. De ez azt jelenti, hogy vannak ilyen szakaszai az erdő transformálásának. Tehát most azt a csúnyát kell mondjam egyébként, hogy elkerülhetetlen, ugye, hogy az emberi civilizáció, ahogy nő az ember tömeg, és fejlődik a gazdaság, hogy átalakítja az erdő egy részét, és nekiáll mezőgazdálkodni. De az is látszik egyébként, hogy kezdetben világosan látszik, hogy miután még rengeteg erdő van, százalékosan alacsony ugye a deforesztrációs ráció. Nem azért, mert keveset vágnak ki, hanem azért, mert rengeteghez viszonyítjuk a valamennyit. A végén, ugye amikor már elég kevés van, akkor megint kiderül az, hogy hát megint alacsony lesz, mert elkezd növekedni. Magyarországon például ugye egy ideje növekszik inkább az erdőállomány, mint csökken, tehát ennek örülhetünk. De ez majdnem olyan, mint a természeti törvény lenne. Pedig ez egy gazdasági törvény, ugye? Ez egy gazdasági törvényszerűség, hogy így alakul, szakaszosan alakul, és ugye itt kicsit részletezve van, de ugye az elején beszéltem a Kuznyec Görbéről, de ugye az a baj, és itt többen felvetették, hogy itt irreverzibilis változások vannak. Tehát ugyan 24 ezer dollár per főnél megfordul a történet, de addigra lehet, hogy tönkretettünk mindent, ugye, értelmetlenül. Tehát jó lenne találni egy alagutat, ugye, hogy a gazdaság növekedhessen, anélkül, hogy tönkretennénk az erdőt. Ez nem kell más, mint valamilyen politika. Ugye, a politika, mindenki ilyenkor szidja a politikusokat, a politika az arról szól, hogy berakunk ugye, egy éket, az ék az egy szabályozó, az emberek értékrendje, a civil társadalom erőssége, mit szeretnénk inkább, ugye? 2 forinttal olcsóban akarjuk enni a kenyeret, vagy hajlandóak vagyunk 4 forinttal drágában enni, és azt akarjuk, hogy kimehessünk a természetbe, és élvezzük a biodiverzitást. Ugye ez egy átváltás.
ezt az alagutat be kéne rakni, ugye be kéne rakni, ha nem akarjuk, hogy irreverzibilisen ugye változzon, aminek nem szabadna irreverzibilisen változni. És az a baj, hogy a politikának ugye van egy késlekedése. Említettem, hogy ez egy wicked vagy vad probléma, nem tudom megmondani pontosan mi újság. Van egy politika, amiről azt hiszem, hogy hatékony, és az kiderül, hogy nem hatékony, mert nem történik, amit szeretnék. Azért nem történik, mert van 10-15 éves késése. Csináltam valami jót, elkezdtem, lehet, hogy jó lenne, de nem biztos, hogy megérem, legalábbis valamilyen vezető pozícióban, hogy még csinálhatom, mert már elmondták közben, hogy hát ez gyagyás, mert ez nem működik. Mert ugye az erdőt 50-100 évre telepítjük, ezeket a dolgokat általában hosszú távra, ugye Feri többször emlegette, igen, mindjárt be fogom fejezni, ez a lázbat van, utolsó előtti szlájdom. Most ugye van egy nagyon érdekes dolog a közgazdaságtanban, ugye megnézzük, hogy mennyi a haszon a kék vonal, ugye megy így lefelé, mennyi a haszon a szántóföldi használatból, ugye, és a másik oldalon benne van, hogy mennyi ugye a veszteség azért, mert a szántóföldi használat területét úgy tudom növelni, hogy az erdőt transformálom. És világosan látszik egyébként, ahol van a kettőnek egy meccéspontja, a két kék vonalnak van egy meccéspontja, hogy az a helyi optimum. Tehát mondjuk a brazilok számára, ugye világosan látszik, ő annyi erdőt fog átalakítani szántóföldé, ami ezt a helyi optimumot jelöli. Nevezetesen, hogy ne legyen nagyobb a vesztesége az átalakításból, mint a nyeresége ugye a másik oldalon azért, mert ottan nekiállt működni. És ebben persze van egy gond valóban, hogy ennek a földnek a termékenysége 3-4-5 évre szól, és aztán nagy gáz van. De ez az ő helyi optimumuk. Na most van egy optimum a nemzetközi közösség számára. Mert azért, mert mi esetleg rosszul tudjuk, de az a baj, hogy a döntéseinket általában nem a tények, hanem a tényekről alkotott elképzeléseink befolyásolják. Tehát, ha mi elhisszük a Ronaldónak, hogy ez az ének a tüdeje, akkor ez a tüdeje. És úgy fogunk dönteni, és úgy fogunk szavazni a politikusokra, mintha ez lenne a tüdeje. Na, de mint látjuk, a piros szaggatott vonal lenne a globális világ számára az optimum. Nos, kérem szépen, hogy roppant egyszerű a történet, van a két szaggatott vonal, ugye, a között van egy pénztömeg, ugye, az egy terület, ha megnézzük, ott azt a két szagatott vonal által, ugye egy trapéz által vezárt területről van szó. Ez a terület az, amit a nemzetközi közösségnek illene kifizetni a braziloknak, ugye azért, mert nekik elmarad egy olyan hasznuk, hogy nekünk jót tegyenek. Ez kényszerűen nem egy marha nagy kaland. Ugye, de mondjuk 92-ben a Riói konferencián ugye egymásnak estek, az amerikai elnök azt hitte, hogy most már végre van egy szuperhatalom, a többi eltűnt, és aztán elmondták neki, hogy csókoltatják a kiszti hangját, és ne gondolja, hogy meg tudja magyarázni, mit csináljanak a arabok meg a brazilok azzal, ami nekik van. Hajlandóak vagyunk, ha fizettek. Ez közgazdaságilag teljesen racionális lenne, ha ezt kifizetnénk. A nemzetközi közösség ezt kifizetné. Van egy rossz hírem azonban, hogy ez még biztos, hogy nem akadályozná meg ugye a helyi embereket, hogy azt akarják csinálni, amit akarnak, minél nagyobb földterületeken ugye a méretgazdaságossági, meg egyéb ügyek miatt eljátszák a freeridert. Tehát nagy valószínűsége nem akadályozná meg. A rossz hírem, hogy legalább 30-40 éve olyan van, hogy az emberek elmennek és vesznek Brazíliába egy esőerdő darabot, kormányok is vesznek, és nem használják. Ez egy teljesen értelmes történet lenne, tehát van olyan, mint a állatkertben, hogy gazdája leszek ennek a dolognak. Na, tehát a helyzet az egyébként, ugye, hogy rengeteg oka van annak, hogy miért lehet erdősíteni, ugye, és miért van az, hogy ha túljutunk azon a ponton, amikor ugye ez a gazdasági racionalitás a gazdasági fejlettségi szintnek megfelelő ugye erdőírtási mánia, ami most éppen érzékelhető ezekben az országokban, azon túljutunk, akkor újra lehet erdősíteni. Most persze én elfogadom, hogy van, amit könnyű, van, amit nehéz újra erdősíteni. De ugye az a baj, hogy erkölcsi alapunk valóban nincsen arra, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy nyomorogatok még egy kicsit, mert mi hajlandóak vagyunk fizetni a kormányotoknak, amelyik majd azt el fogja sikasztani úgy is,
ugye, mert ugye ez a szokás a fejlődő országokban, de ugye, de van egy jó hír, hogy, hogy az, hogy erről itt beszélünk, és egyébként nemzetközileg mindenhol beszélnek róla, mert a celebek meg mindenki erről beszél, ugye, ez azt jelenti, hogy az ék, amit elkezdtünk betenni, az éket egyre erősebben nyomjuk. Nyomja a társadalom. Vagyis nem lehet kibújni alóla, tehát valaki, mondjuk akármelyik kormányfő, aki állítja, hogy nincsen klímaváltozás, azt holnap után hülyére veszi a társadalom, és legközelebb nem választja meg. Én nagyon szeretem, hogy mindig annyi sok időm van. Ezzel nem olvasom föl ezt a szájdot, ezt befejeztem. Ennyit akartam elmondani. Köszönöm a türelmet.